Egy kiállításra szeretném önöket csábítani, egy olyan kiállításra, amely azt gondolom a tavaszi évszakhoz nagyon-nagyon illik, feltölti a lelket, akár a húsvéti készülődés időszakában is nagyon kellemes időtöltést jelenthet. Sokszínű világom címmel nyílik kiállítás a Liszt Központ Munkácsi termében vasárnap délután. Köszöntöm a stúdióban Szuroknés Strassner Klára festőművész. Klári, köszönöm szépen, hogy elfáradtál ide hozzánk. Én köszönöm, hogy a lehetőséget. És hát tegeződünk, mert nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és én nagyon-nagyon régóta vagyok lelkes híve a te sejemfestészetednek, jól mondom? Igen. És tulajdonképpen ez a kiállítás azért, hogyha szóba kerül, akkor egy kicsit messzebbre kell visszanyúlnunk, igaz? Igen. Igen, most én szeretném a 30 évet bemutatni, ezért a kezdet, az elején kipróbáltam többféle technikát, úgyhogy van itt kicsi kóstolóban egy kis tus, egy kis részkarc, egy kis akvarell, vagy pasztel, és aztán a sejem. És akkor, mikor mindent kipróbáltam, akkor a sejem ragadott meg annyira, hogy onnál maradtam. Ugye, amikor ezt mondtam, hogy egy kicsit messzebbre kell visszanyúlni, akkor arra is gondoltam, hogy egyfajta kis összegzés is ez a tárlat, hiszen például az nagyon izgalmas szobraid is megjelennek majd. De a visszanyúlást igazából a járványügyi helyzetre értettem. Mert hogy téged az nagyon-nagyon nehezen érintett, nem pont olyan szempontból, mint az átlagembert, hanem egy nagy álmodat törte ketté. Miről is van szó? Igen, pont 4 évvel ezelőtt lett volna ugyanígy a születésnapom környékén, akkor lettem volna 70 éves, és akkor arra terveztük ezt a kiállítást, és valóban minden meg volt tervezve, és akkor jött a telefon, vagy a értesítés, hogy a Covid miatt elmarad. Úgyhogy ezt nagyon sajnáltam, és nagyon félve álltam neki újra, mert közben egyéb problémák is jöttek egészségügyben, és most végre sikerül. Végre sikerül, és azt gondolom, hogy csodálatos lesz a tárlat. Én egy picike ízelítőt már láttam belőle, hiszen ezekben a pillanatokban már a képek ugye egy része a falon van a Munkácsi teremben. Beszélgessünk akkor most a sejem festészetről. Hogyan jött ez az életedbe? Hát én szerettem így táborba járni, a családom megadta a lehetőséget, és Győrbe voltam egy ilyen, és ott ismerkedtem meg egy holland festőművésztel. Igazából tőlem fiatalabbak voltak ott ezen a kéthetes táboron, és nagyon jó barátságban lettünk, és őtőle kaptam az első sejmet, és a festéket hozzá, későbbiekben meg már ő hozta nekem külföldről. Ő egy holland nő, de Bécsbe élt. És akkor ő hozta nekem mindig a sejmet, meg a festéket. Hosszú éveken keresztül nagyon jó barátságba kerültünk, úgyhogy így ismerkedtem meg a sejemfestéssel, a technikával, és akkor én egy kicsit aztán a sok év alatt egy kicsit másképp csináltam, mint ahogy ő, és szóval nagyon szeretem. Élmény. Beszéljünk arról, hogy a sejem az abszolút egy nőies, légies tulajdonképpen alapanyag, én úgy gondolom, és nagyon nagy odafigyelést és törődést igényel, ahhoz képest, amikor az ember mondjuk egy más alapanyagra fest, akkor akár félbe is hagyhatja a munkát. A sejem az egy folyamatos odafigyelést, törődést igényel. Igen, valóban, bármelyik technikával az ember abba hagyhatja, folytathatja, illetve javíthatja, de a sejemnél ilyen nincs. Azt azonnal kell befejezni, illetve amit az ember eltervez, azt a részt megcsinálni, mert különben fut, folyik, és akkor tönkre megy a kép. Javítani nem lehet egyáltalán. Ez azt jelenti, hogy az elején esetleg voltak kudarcok? Hát természetesen ez mindenkinél van, nem csak a sejemfestéstél, hanem a olaj vagy a akril, de hát ott föléje festenek, és akkor lehet. Ott lehet, hogyha valamelyik régi képet elővesz, akkor egy teljesen új képet fest rá. Na ezt a sejemnél nem lehet megcsinálni, itt javítani nem lehet. És hogyan készül a sejemkép, hogy az ember megálmod maga előtt egy világot,
és színeket, formákat, és akkor azt próbálja mindenképpen a sejemre vinni, vagy ennél a folyamat egy kicsit absztraktabb, és nem ennyire tudatos? Hát ez változatos. Ha csak játszani szeretnék, akkor tehát mindenképpen ki van feszítve a sejem. Ki van feszítve, ezt lehet vizes alapon úgy, hogy bevizezem a sejmet, és akkor még jobban fut rajta a festék, lehet úgy, hogy szárazan, akkor kicsit más technika ez, és akkor lehet úgy, hogy kontúrral. Hogyha kontúrozom, akkor meghatározott mintát, amit szeretnék, virágot, vagy bármit, azt egy ilyen nagyon halvány kontúrral körberajzolom, mert az segít abban, hogy a festék ne fusson azon túl. De igazából azt én annyira nem szerettem, mikor annyira konkrétan meg van rajzolva, és ezért én olyan szeretek, ami egy kicsit tovább fut. De most vannak, amikor csak úgy az ember játszik a színekkel, és csak kipróbálom azt, hogy mi lesz, hogyha vizezem, mi lesz, hogyha egy picit sót teszek rá, mi lesz, hogyha... És akkor egész csodás dolgok jönnek ki. És hát aztán attól függ, hogy az embernek milyen kedve van. A színek azok a kedvenceim, az hogyha végignézünk, akkor azok ezek az én színeim, de valószínű minden ember van, aki a sötétet szereti, van, aki csak mindig sötéttel fest, de van olyan, aki legalábbis azt hallottam, hogy az embernek a lelki világát tükrözi a kép. Hát ez, most ez a kiállítás, ez igazából az ember olyan, mint hogyha a belső lelkét megmutatná, mert hát ez vagyok én most itt a képeken. Most is, ahogy végignéztem, a Vili bácsi jutott eszembe, a Rajsz Vili bácsi volt az első mesterem, aki, mikor őneki volt a kiállítása, és végignéztük a filmet, ült, és azt mondja, angyalom, látod ezt? Ezt én csináltam, el se akarom hinni, és valahogy most én is így vagyok vele, hogy ha így végignézek, hogy nehéz elhinni. Egy igazi alkotó folyamat az én olvasatomban hihetetlen élmény, hogy nyilván a befogadónak, a nézőnek is erre most a tárlaton lehetőség is nyílik. Ugyanakkor akkor igazán erős egy kép, hogyha az alkotójának is az alkotás közben egyfajta meditációs folyamatot ad, mondhatjuk mondjuk flow állapotnak. Tehát gondolom, hogy számodra is az alkotás akkor az igazi, ha teljesen bele tudsz merülni, és ki tudod zárni a külvilágot. Ez így van. Akkor otthon tudják, hogy akkor nem szabad engem zavarni, nem szabad följönni a tetőtér az én műtermem tulajdonképpen, ott nagy fény van, és ott minden lehetőség megvan ahhoz, ha én oda nyúlok, tudom, hogy az ott van. Én ezért, hogyha táborban vagyok, én soha nem festek ott sejmet. Ott mindig más csinálok, mindig más technikát próbálok ki, mert ott nincsenek meg azok a feltételek, azok a körülmények, hogy én nekem azt biztosítsák, hogy én nekem az jó legyen. És nagyon érdekes, hogy a sejem képekről beszélünk, de hát aki majd ellátogat a tárlatra, és nem ismer téged alaposan, az lehet, hogy meg is lepődik, hogy szobrok, olyan szobrok, amik egészen más textúrájúak, egészen más anyagkezelést igényelnek, és megjelennek a tárlaton. Ezek a szobrok hogyan kerültek a te életedbe? Hát ez is egy véletlen dolog volt, táborban voltam Ausztriában, és két műter, egy ilyen skanzenben volt a tábor, nagyon szuper és nagyon jó, és nagyon nagy mesterek voltak, de ott nem olyan tábor az, hogy az embert oktatják, hanem ott mindenki azt csinálja, amit szeretne, és minden nap este meg kell mutatni, hogy aznap mit alkotott. Tehát egy nagyon komoly dolog, és olajjal festettek, két műterem volt, mind a két teremben olajjal festettek, és én allergiás vagyok rá, de senkit nem bánthatok meg azzal, és ezért aztán kint a szabadba festettem, illetve nem mentem el a következő évbe, és hát nagyon rosszul esett nekik, hogy nem mentem, és akkor mondtam, hogy hát ezért. És akkor kaptam egy darab követ, és azt mondták, ezt kint csinálhatod a teraszon, próbáld ki. Adtak egy darab követ, itt az első kő, a madár, az egy zöld kő, és az szerszámokat, eszközöket is kölcsön kaptam.
És ez úgy tetszett nekem, hogy ez hasonló, mint a sejem, hogy itt is vannak meglepetések, mert a munka közben minél finomabb csiszolópapírral, először reszelővel, minél finomabbal, aztán csiszolópapírral, akkor jön elő a színe, az erezetek, a... szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, és akkor megkaptam a lehetőséget, szintén egy holland művésznő volt ő, hogy hol lehet beszerezni a dolgokat. És akkor így, ahány évben mentem a táborba, akkor már mindig követ. Közben a férjem is elment nyugdíjba, ő meg fát farag, úgyhogy aztán így nagyon jól el voltunk a teraszon, én követ faragtam, ő fát faragott, és akkor ez minden évről évre így ment, és tulajdonképpen a köveket, a legtöbb részét csak a táborokban készítettem. Otthon azért porzik, meg nincs meg az a... ott kényelmes volt. Azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos üzenete a te tevékenységednek, a te életutadnak, hogyha mondhatom ezt így. Mégpedig az, hogy aki ezt hallgatja nézőként, azt gondolja, hogy valószínűleg egy gyönyörű, szép, nagy ív volt az alkotás a te életedben, amely aztán elkezdődött mondjuk gyerekkor, fiatalkor, és aztán szépen teljesedett ki mind a mai napig. De ez nem így történt, mert hogy volt egy óriási szünet tulajdonképpen, és amit én példaértékűnek gondolok, és nagyon fontosnak, hogy az életben mindig újat kell kezdeni, teljesen mindegy, hogy az ember milyen életkorú. Mert hogy te ezt fiatalkorodban, ezt a művészetet egy kicsit szüneteltetted. Hát szüneteltettem, így van, így van. Hát már az iskolában ugye ez volt, én most nem mondom, de hát sikerem volt az általános iskolában, már a tanár, a Guszti néni meg közelünkben is lakott, és igazából a Mende Gusztáv is, a Müllaladár ott laktak mellettünk tulajdonképpen, és ők mindig jöttek az udvarunkba festeni, a Vigiszer Éva, a régiek, ők is ismerik, és én mindig ott álltam és néztem, hogy ők mit csinálnak. Tehát én nagyon szerettem rajzolni, megfesteni, és igazából én fodrász szerettem volna lenni, de hát aztán nem sikerült, aztán az élet másfelé sodort, aztán férhez mentem, aztán jöttek a gyerekek, és akkor sok év után úgy mindig éreztem azt, hogy na hát most Párizsban voltunk egyébként a 20 éves házassági évfordulónkon, és akkor ott mondtam a férjemnek, mikor a Sacré-Cœur-ről láttuk, hogy rajzolnak, mondom, ha én hazamegyek, akkor most újra kezdem. És így is volt. Igaz, hogy azt hitték, hogy a fiamat akarom beiratni, mert az 9 éves volt akkor, de akkor már ugye a gyerekek nagyok voltak, és lett lehetőségem arra, hogy magammal is foglalkozzak. És akkor így kezdtem, és aztán a Rojc Fili bácsihoz jártam sokáig, aztán a Szabó Béla festőművészhez, és minden lehetőséget megragadtam arra, hogy képezzem magam. Nem lenne teljes a kép, bár most már szóba került a családod, hogy életednek kiemelkedő része az alkotás, ahol ki tudsz teljesedni, de nem lenne ez ilyen nagy élmény, hogyha nem állna mögötted, mint egy biztos kőoszlop a szerető családod. Hát ez így igaz. Ugye említettem, hogy 3 gyerekünk van, 4 unokánk is van, még egyelőre csak 4, de nagyon, nagyon támogatnak mindig, és nem tudtam volna ezt csinálni, hogyha ők nem így állnak hozzá. De egyébként a fiam az gyökereket farag, a lányom kerámikusnak tanultam, más, a legnagyobb az meg ír, úgyhogy mindegyik, reméljük az unokák is majd kibontakoznak, hogyha megnőnek. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy minél többen meglátogatják majd a kiállításodat, mindezt, ha jól tudom, április 7-ig lehet megtenni a Igen. Munkácsi teremben, és abban is bízom, hogy ez újabb inspirációt ad majd számodra. És sorra készülnek a csodálatos sejemképek. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, aki tehát teheti, feltétlenül látogasson el Szurokné Strassner Klára festőművész kiállítására. Nagyon nagy élmény lesz, viszontlátásra.